1938-ban egy bámulatos expedíció indult útra egy távoli szent területre, a Himalájába, Tibetbe. Az expedíció hatalmas eredményeket ért el, hónapokat töltöttek a titokzatos helyen. Megnyitották. Az expedíció a náci Németország elit tudósaiból állt, akiket egy elbűvölő felfedező vezetett. Ő volt a harmadik birodalom Indiana Jones-a. Az expedíciót a náci Németország legrettegettebb embere, Heinrich Himmler indította el. Célja egyaránt volt vakmerő és nagyra törő. Meg akarta találni a bizonyítékait annak, hogy a német nép árja faj, egy eltűnt ősi birodalom felsőbbrendű lakóinak leszármazottja. Bár csak meghódítanák Tibetet, hogy a hó birodalma felfedje titkait. Filmünkben Himmler kísérletét mutatjuk be, hogy megtalálja Atlantis mesés elveszett népét. ban a náci Németország egyik felemelkedő csillagát, a 26 éves zoológus Ernst Schäfert behívták az SS főhadiszállására Berlinbe. A harmadik birodalom leghatalmasabb és legrettegettebb emberével kellett találkoznia. Nem Adolf Hitlerrel, hanem Heinrich Himmlerrel. Himmler, mint Reichsführer, az SS nevű félkatonai erőparancsnoka volt. Az SS negyedmillió erős, fekete ruhás katonából állt, akik a német faj felsőbbrendűségének szentelték életüket. Ő volt a rendőri erők főnöke egész Németországban, beleértve a titkos rendőrséget, a kegyetlen Gestapót is. Himmler szervezte meg a zsidók letartóztatását és elhurcolását. Ő felügyelte a sokasodó koncentrációs táborokat. Az SS csápok sokaságával szőtte át Németországot, és az SS csápjainak Himmler parancsolt. Himmler csápjai megragadták a fiatal tudóst is, Ernst Schäfert. Arra kellett, hogy megoldjon egy problémát. A nácik azt állították, hogy a német a felsőbbrendű faj, amely uralkodásra született. Ez az ideológia igazolta a német befolyást Európában és a zsidó gyűlöletet. Himmlernek szüksége volt rá, hogy bizonyítsa a német faj felsőbbrendűségét. Ehhez egy ókori mítoszt hívott segítségül, az elveszett atlantiszi birodalom történetét. Atlantiszt úgy írták le az ókorban, mint egy hatalmas kontinenst az Atlanti-óceánban. Atlantisz népe elitemberekből állt, meghódította és leigázta a többi kultúrát és fajt. Az atlantiszi birodalom elérte Európát, Afrikát és Dél-Amerikát. Himmler szemében Atlantisz nem mese volt, hanem történelmi tény. Szóval Himmler komolyan elhitte, hogy Atlantis létezett. Nem puszta legenda, hanem tudományosan megalapozott állítás. Léteznie kellett. Csak hogy nem volt könnyű bizonyítékot találni arra, hogy Atlantis népének leszármazottai nem mások, mint a német nép. Atlantis szigete egy nap és egy éjszaka alatt semmisült meg. Földrengések és vulkánok pusztították el, belesüllyedt az óceánba, és örökre a hullámok rabja lett. Ám az atlantiszi civilizáció távolról sem semmisült meg a kataklizmában. Himmler úgy hitte, tovább élt. Azt állította, Atlantisz hozta létre az összes nagy civilizációt. Hellászt, Rómát, a dél-amerikai maja és azték birodalmakat, még az ókori Egyiptomot is. Ezek az alsóbbrendű népek Atlantisz felsőbbrendű népétől örökölték kultúrájukat. Kezdettől fogva a rasszizmus volt a lényeg. A rasszizmus behatolt Atlantisz legendájába. Egy felsőbbrendű fajról volt szó, mely átadta tudását az egész világnak. Himmler különleges feladattal bízta meg Schäfert.
Ő vezette az SS tudományos expedícióját, melynek bizonyítékot kellett szolgáltatnia arra, hogy a német árják az elveszett Atlantis felsőbbrendű népének leszármazottai. Himmler nem csak azért választotta a feladata Schäfert, mert tudományos érdemeket szerzett, hanem mert akkor már ismert felfedező volt. Dr. Ernst Schäfer hősi figurának számított a 30-as évek Németországában. Tagja volt két Tibetben járt amerikai expedíciónak. Igényes tudós és szenvedélyes vadász volt. Szerette tanulmányozni a vadon élő emlősöket és madarakat. Aztán lelőtte őket. Magánkiadásban adta ki könyveit a kalandjairól, és fiatal mesterlövészként ábrázolta bennük önmagát. Könyvei híressé tették Németországban. A németek számára az ideális német férfi megtestesülése volt. Azt hiszem Himmler is annak tekintette. Heroikus, bátor, erős fizikumú, mint egy Indiana Jones. A harmadik birodalom Indiana Jones-a. Schäfer volt az ideális személy az SS tibeti tudományos expedíciójának vezetésére. Himmler biztosította személyes támogatásáról. Himmler azt mondta Schäfernek, hogy Atlantis túlélői egy hatalmas civilizációt hoztak létre Ázsiában. Abban a rejtélyes országban, ahol a kultúrát a legkevésbé higította fel a történelem, a távoli Tibetben. Himmler számára Tibetnek különleges vonzereje volt. Úgy gondolta, az árjafaj szuperemberei oda költöztek, és az óriási Tibet területén elvágva, elszigetelődve a világ többi részétől újjáépítették kultúrájukat, tudásukat. Tibet a 30-as években egyike volt a világ azon ritka területeinek, amelyeket tudományosan még nem tártak fel. Ázsia közepén fekszik, ám a Himalája elválasztja Ázsiától. A tibeti fennsík majdnem 2.600.000 négyzetkilométer, a tengerszint feletti magassága 4-5.000 méter közötti. Lehetséges, hogy ez a természetes erődítmény adott menedéket Atlantis túlélőinek? Ha valóban itt telepedtek le, az elszigeteltség megőrizte a faj tisztaságát. És lehettek távoli rokonai a német fajnak. Az lett volna a legjobb bizonyíték arra az érvre, hogy a modern Németország és a náci mozgalom, a németországi árják egyenesen kapcsolódnak a szuperemberekhez. Hogyha Tibetet feltárják és megtalálják a múltbéli szuperfaj bizonyítékait. Tibet akkor annyira feltáratlan volt a világ többi részéhez képest, hogy bármilyen expedíció hatalmas előrelépést jelentett. Az ambíciózus Schäfer számára saját expedíciót vezetni Tibetbe olyan volt, mint egy álom megvalósulása, de volt egy fullánkja az alkunak. Az SS számára végzett kutatás azt jelentette, hogy be kellett tartani az SS szabályait. ...1935-ben Himmler az SS-en belül létrehozta az Ahnenerbe nevű kutatóközpontot. A náci ideológia alátámasztása volt a feladatuk. Az volt a lényeg, hogy német tudósok egy csoportját megbízzák a német nép múltjának kutatásával, és eredményeikkel bizonyítsák, hogy ők a legmagasabb rendű faj Európában. Az Ahnenerbe olyan tudósokat és tanárokat toborzott, akik készen álltak Németország múltját átfésülni és megdicsőíteni. Azt mondhatnánk, hogy az Ahnenerbe célja a történelem átírására tett kísérlet volt. Himmler azt állította, hogy Németország igazi történelmét fedezik fel. Ezért vontak be mindenféle tudományt az Ahnenerbébe, régészetet, filológiát, szemantikát, nyelvészetet, amit csak el lehet képzelni, mindent, mert ezek a tudományágak bizonyíthatták, hogy a nagy német múlt igazsága újra felfedezhető. A
Az a lényeg, hogy az akkori Németországnak, a náci államnak, mármint az SS vezér Heinrich Himmler szerint, meg kellett teremtenie a saját mitológiáját. Az ősi jelképet, a szvasztikát tartották megfelelőnek arra, hogy jelképezze a náci hatalmat, és kifejezze a gyűlöletüket az általuk alacsonyabb rendűnek tartott népekkel szemben. Az Ahnenerbe mindent üldözött, amit németellenes tudománynak tekintett. Még Einsteint is, mert ő zsidó volt. A német nacionalisták elvetették a zsidó tudósok eredményeit. Azzal az abszurd ötlettel álltak elő, hogy az ő tudományos eredményeik jellegzetesen zsidók. Tehát nincs helyük Németországban. Ezért sokszor arra kényszerültek, hogy középszerű, vagy egyenesen ostoba elméleteket támogassanak. Schäfer tudományos tisztessége még nagyobb kihívással szembesült. Az ő szemében Himmler félművelt történelmi elképzelései Atlantisról, amit az Ahnenerbe áltudományos munkái alátámasztottak, minden alapot nélkülöző fantáziálás volt. Mint tudós, egy szót se hitt el belőle. Ám Schäfer azt gondolta, meglovagolhatja a náci tigrist, és az expedícióval bebiztosíthatja fényes tudományos karrierjét. Azt hiszem, sok szempontból nagyra vágyó volt, és nagyon szerette manipulálni az embereket, sőt, az intézményeket, hogy elérje, amit akar. Schäfer vissza akart menni Tibetbe, és képtelen volt visszautasítani Himmler ajánlatát. Ezért ördögi paktumot kötött Himmlerrel. Saját ambícióját dédelgetve beleegyezett a lehetetlen feladatba, amiért nagy árat kellett fizetnie. Ernst Schäfer politikai hazardőr volt. Azt hitte, mindig képes a saját előnyére fordítani a helyzetet. ...1933-ban, amikor Hitler megszerezte a birodalmi kancellári címet és megtörtént a náci hatalomátvétel, épp a doktorátus megszerzésére készült. A nácik fajgyűlölete miatt sok zsidó elhagyta Németországot, köztük sok tudományos kutató. Schäfer örömmel fogadta az új rendet, és jelentkezett Himmler egyre növekvő hatalmú szervezetébe, az SS-be. A náci Németországban csak így juthatott előre egy ambíciózus fiatal tudós. Schäfer szempontjából észszerű volt, hogy 1933-ban belépett az SS-be, hiszen szokatlanul ambíciózus volt. Nem csak egyetemi katedrát akart, támogatást akart a természettudományos kutatásaihoz, és joggal hitte, hogy az SS támogatni fogja. Ő maga mondta, hogy a politika szolgálja a tudományt, és a tudomány szolgálja a politikát. És ez az illúzió igazolja azt, miért volt olyan lelkes, miért csatlakozott egy politikai mozgalomhoz. Ez adta meg számára azt a tudományos szabadságot, melyre szüksége volt a küldetésének tekintett kutatásokhoz. Schäfer hamarosan megtapasztalta, hogy a politika és a tudomány összekeverése lehetetlen. Aprólékos tudományos módszerei soha nem voltak összhangban Himmler bizarr és megalapozatlan elméleteivel. Miközben élvezte a hivatalos SS támogatás előnyét, azt is megtapasztalta, milyen, ha az SS beavatkozik a tudományba. Az Ahnenerbe biztosította számára a jelölteket az SS tibeti expedíciójához. Elfogult régészeket, misztikus megszállottakat és második vonalbeli tudósokat. Az Ahnenerbében dolgozott néhány igazi tudós is. Bizonyára elég megalázó volt számukra. Meg volt egy csomó elmebeteg. Volt egy fickó, úgy hívták Willigut vagy Weistor. Komplett őrült volt, de Himmler úgy tekintett rá, mint egy gurúra, mint egy bölcsre. Guru, as a wise man.
Az olyanok, mint Schaefer, megrémültek, amikor Willy Good félékkel találkoztak. El lehet képzelni a reakciójukat. Mit keresek én itt, ezek között? A határozott, nagyra törő Schaefer számára ez a pseudotudomány visszataszító volt. Himmler haragját kockáztatva Schaefer visszautasította az ANNR-be jelöltjeit. Schaefer képes volt ellenállni Himmler nyilvánvalóan terhes követeléseinek, és képes volt megtartani a távolságot az ANNR-be eredet elméletével. Sikerült félig függetlennek maradnia. Schaefer elképzelése nagyon más volt és nagyon világos. Ő objektív, tudományos kutatást akart végezni Tibetben. Összehasonlító tanulmányt a területről és az élővilágról, a népekről és a népszokásokról. Holisztikus megközelítés volt, ami megelőzte saját korának tudományos felfogását. Ha Charles Darwin fedezte föl a Galapagos-szigeteket, Ernst Schaefer fedezte fel Tibetet. Schaefer és más európai tudósok úgy vélték, a Himalája sok élőlény kialakulásának helyszíne. Sőt, talán az összes élőlény. Az, hogy elmehet a Himalájába, ahol Tibet van, azt jelentette, hogy elmehet a forráshoz, és megértheti, hogyan fejlődtek a fajok, hogyan népesítették be a világot. Volt egy elmélet, ami arról szólt, hogy Tibet valaha egyfajta forrása volt az összes élőlénynek, és hogy ott genetikailag valami érdekes történik. Schaefer beterjesztette egy iratot arról, milyen embereket akar magával vinni. Ideológiailag homogén, egészséges csapat, ami a katonai szabályzatnak megfelelő parancsnokság alatt áll, és amelyben minden tag képviseli a maga tudását az adott szakterületen belül, melynek mestere ugyanakkor a lehető legsokoldalúbb. Schaefer igazi tudósokat akart magával vinni, de részt kellett vennie a politikai játékban. Himmler elvárása az volt, hogy minden tudósnak teljesítenie kell egy feltételt. SS tagnak kell lennie. Ebben az időszakban igen sok tudós nem volt tagja az SS-nek, úgyhogy azt hiszem, Schaefer azért választott sok SS tagot, mert részben ez presztízst jelentett, részben pedig így kívánt gondoskodni Himmler támogatásának fennmaradásáról. Hogy a tiszta tudományos kutatásról alkotott elképzelését megvalósítsa, ő maga, mint zoológus, ornitológus, botanikus, és persze, mint a csapat vezetője szerepelt. A csapat geológusának a 24 éves Karl Wienert választotta, rovarkutatónak pedig a 38 éves Ernst Krausét. Volt egy ember az expedícióban, akit a tibeti rovarok érdekeltek, pillangók meg ilyenek. Egy másik, aki precíz geomágneses méréseket végzett a Himalája különböző pontjain. Szerintem nincs olyan, hogy valaki náci lepkekutató. Vagy hogy a geomágnesességnek bármi köze lenne a politikához. Ám nem hagyhatta figyelmen kívül Himmler elvárását, hogy találjanak bizonyítékot Tibet kapcsolatára az északi árja népekkel. Ezért bevett a csapatba valakit az ANNRB-ből, a 26 éves Bruno Beger antropológust. Ha Bruno Begerről, az antropológusról van szó, azt hiszem, egy politikai és tudományos kutató expedícióról beszélhetünk, ami a himalájai és az európai emberek közötti kapcsolatokat akarja vizsgálni. Beger szakterülete az emberek faji eredetének vizsgálata volt. Ennek alapja akkora mérés volt. A koponya méret, az arcvonások vizsgálata különösen fontos volt a faji antropológia számára. Külön választották a felsőbbrendű árja faj jellegzetességeinek tartott elemeket az alsóbbrendűekétől. Bruno Beger a fajelmélettel kapcsolatban különösen a fajok keveredése szempontjából végzett tanulmányokat. Együtt dolgozott Hans F. Karr Günterrel, aki híres nagykutya volt akkoriban a rasszista tudósok között a harmadik birodalomban. Schaefer tudta, hogy a faji antropológia kritikus fontosságú az expedíció sikere szempontjából. Szüksége volt Begerre.
Ő volt az egyetlen ember, aki találhatott bizonyítékot arra, amire Himmler szeretett volna. Béger is, Schäfer is hitt egy sor elméletben, ami a náci Németországban létezett. Elsősorban tudósnak tartották magukat, akik a tudományt szolgálják. Az egyetlen baj ezzel csak az volt, hogy a tudomány és a politika nagyon erősen összekapcsolódott a náci Németországban. Politika nélkül nem lehetett tudományos munkát végezni. Himmler azt hitte, igazolják az expedíció hasznosságát. Elég bizonyítékot fognak felmutatni, ami hozzájárul álma megvalósításához, a német kultúra újjáteremtéséhez, mely közvetlenül kapcsolódik az árja múlthoz. Schäfer összeszedte csapatát. Egy éves előkészület után készen állt, hogy elvezesse az expedíciót Tibetbe, ám az időzítés a lehető legrosszabb volt. ...1938 tavaszán Európában politikai zűrzavar uralkodott. A német hadigépezet megindult. A nácik visszafoglalták a Rajna-vidéket, amit elvettek Németországtól az első világháború végén, és a nagy Németország megteremtéséhez első lépésként bevonultak a német nyelvű Ausztriába. A nemzetközi helyzet abban nem akadályozta meg Schäfert, hogy 1938. április 19-én elinduljon az expedícióra Berlinből. De abban igen, hogy eljusson Tibetbe. Az ázsiai háború csak egy útvonalat hagyott Schäfer számára Tibet felé, ami Indián vezetett keresztül. Ez közvetlen konfliktust okozott a brit birodalommal. Tibet névlegesen független állam volt, amit a fiatal Dalai Láma távollétében egy régens és a miniszterek tanácsa vezetett. A britek gondoskodtak róla, hogy ők legyenek az egyetlen európaiak, akiken keresztül kapcsolatba lehetett lépni a tibeti kormánnyal. A britek nem voltak túl lelkesek, hogy beengedjék Schäferéket Tibetbe. Ez azonban egyáltalán nem volt különleges jelenség. A britek soha nem lelkesedtek azért, hogy külföldi expedíciók menjenek Tibetbe. A tibeti kormány szintén nem lelkesedett azért, hogy a briteken kívül idegeneket engedjen be az országukba. Schäfer áthajózott a Suezi csatornán, hogy Indiába menjen. E kényes helyzetben, hogy elkerülje az ellentétet a britekkel, jelentéktelennek tüntette fel az SS támogatást. Ám egy náci újság lelkes cikket írt, amelyben dicsérte az expedíció dicsőséges kapcsolatát az SS-szel. Mielőtt Schäfer megérkezett volna, brit és indiai lapokban vastagbetűs címek jelentek meg. Gestapo ügynök van Indiában. Azzal vádolták őket, hogy német kémek. Ez katasztrófa volt Schäfernek. A brit hatóságok arra se adtak engedélyt, hogy India területére lépjenek. A csodálatos expedíció, amire Schäfer egész életében készült, véget ért, mielőtt elkezdődött volna. Ismét kritikussá vált Himmler személyes támogatása. Keserű levelet írt Nagy-Britanniának, amit elolvasott a miniszterelnök, nevű Chamberlain. Ön is tisztában van vele, hogy eddig a percig milyen barátságos fogadtatásban részesítettük minden angolt, aki Németországba érkezett. Ezért mélységes megdöbbenéssel értesültem arról, hogy a brit hatóságok ilyen rideg, sértő és barátságtalan módon bánnak a mi embereinkkel. El sem tudom képzelni, hogy lehetnek olyan ostobák ezek a hatóságok, hogy azt higgyék, én magam hivatalos kémkedéssel bíznék meg egy olyan tudós, mint dr. Schäfer. A náci német hadigépezet felgyorsult tempója ellenére Nagy-Britannia igyekezett lecsendesíteni Hitlert. Himmler közbelépése hatására a britek visszakoztak. A lecsendesítés volt a kulcs szó abban az időben. Nagy-Britannia elfogadta, hogy a háború érdekében ez a legfontosabb, úgyhogy a lehető legbarátságosabb viszonyra törekedett Németországgal.
A britek végül beengedték séferéket Észak-Indiába, hogy felkeressék a távoli Sikkim tartományt. Ám azt kategorikusan megtiltották, hogy engedély nélkül átlépjenek Tibetbe. Schaefer nem az az ember volt, aki beletörődik egy elutasításba, de be kellett érnie ennyivel, amíg eljön az alkalmas idő. Amikor Sikkimbe ért, kiterjesztette vállalkozását, hordárokat és teherhordó lovakat szerzett, élelmet és felszerelést vásárolt. Annak ellenére, hogy megtiltották a belépést Tibetbe, tibetiül beszélő személyeket bérelt fel. Schaefer és csapata változatos tudományos kutatásba kezdett, a lehető legközelebb a tibeti határhoz. Adatokat gyűjtött a saját megfigyeléséhez. Béger számára pedig, aki Himmler megbízásából az európai jegyeket kereste, hogy a német népet faji alapon az atlantiszi szuperfajhoz köthesse, Sikkim szintén igen érdekes hely volt. Észak-Indiában sok tibeti származású ember él, úgyhogy Béger munkához láthatott. Egy olyan antropológus és etnikumkutató tudósnak, mint Béger, az ezen távoli területen élő etnikumok lenyűgözőek voltak. Ahogy Schaefer írta, ezek a törzs töredékek szinte mind megőrizték saját kultúrájukat, saját nyelvüket, és kiválóan megkülönböztethetők a faji jellegeik alapján. Béger aprólékos méréseket végzett, minták szerint rendszerezte a szemek színét, és összehasonlította a hajszíneket a csoportosított mintákkal. Egyetlen részlet sem volt túl jelentéktelen számára. Rengeteg olyan tudományos felszerelést vitt magával, amit a harmadik birodalomban katalógusból lehetett megrendelni. Az egyik legelképesztőbb műszer az volt, amivel a körmök görbületét lehetett mérni. Az antropológusok a faji sajátosságokat a csontváz, főleg a koponya alapján rendszerezték. A koponya index az az arány volt, ami a fej szélessége és mélysége között állt fenn. A hosszú, keskeny teuton fej jelentette az észak-európai eredetet. Megmérte a koponya és az orr közötti arányt, a távolságot a szemöldökök között, és mindenféle nagyon bonyolult méréseket végzett. S bár ma már ez nagyon durvának tűnik, de ő a származási vonalat vizsgálta. Ha a fizikai mérésekkel bizonyítani tudják, a fej és az arc mérésével, stb., hogy a tibetiek közvetlen fizikai kapcsolatban állnak a modern németekkel, akkor megvan a németek kapcsolata a szupernéppel, ami a tibeti Shangri-La-ban telepedett le. Béger alapos felmérése az alacsony, sötétbőrű, feketehajú szikimi embereken nehezen támasztotta alá Himmler ábrándozásait Tibet szőke, kékszemű, szuperemberek által való meghódításáról. Himmler egy domináns faj létezésére akart bizonyítékot találni. Az ő fejében ennek természetesen a felső réteg Tibet uralkodó osztályában kellett lennie. Főleg a lhászai arisztokrácia érdekelte. Meg akarta keresni a kapcsolatot e között az arisztokrácia és az észak-európai embertípus között. Ám a britek arra kárhoztatták Schaefert, hogy Sikkimben aszalódjon. Ahogy teltek a hetek és hónapok, rájött, az expedíció kudarcra van ítélve, ha nem léphetik át a tibeti határt. Ezt írta a naplójába. Itt vagyunk Tibet határán, ahová annyira sóvárgunk eljutni. Előttünk, egyáltalán nem messze innen, van a határátkelő hely. A határ kísértette Schaefer képzeletét. Fizikailag semmilyen akadály nem állt előtte. Nincsenek se őrök, se sorompók, se kerítések, se kapuk. Ezen a magányos magasságon csak egy obó van, egy kőhalom, ami imazászlókba van burkolva.
Schaefer kétségbeesésében már arra gondolt, átszöknek a határon. Ha megteszi, káros, náci ellenes cikkeket, nemzetközi konfliktust kockáztat. Ha nem, Himmler dühével kell szembenéznie. Az expedíció egyetlen tagja sem akart úgy hazamenni Németországba, hogy nem járt Tibetben. Schaefer számára egyre kritikusabbá vált a helyzet. Hatalmas expedíciót szervezett, sok emberi és anyagi erőfeszítést fektetett az ügybe. Valahogy át kellett lépnie a Himalája vonalát, különben elveszíti tekintélyét Németországban, nem vállalhatta a megaláztatást. Schaefer vívódott, becsületbeli kérdés volt ellenállni a kísértésnek. Megígértem az alkirálynak, hogy nem lépem át a tibeti határt hivatalos engedély nélkül, és mint német nem szeghetem meg az ígéretemet. De mit jelent a hivatalos engedély? Schaefer meg akarta találni, hogyan tud kibújni a briteknek tett ígéret alól. És szerencséje volt. Egy szép napon Béger észrevette egy a táboruk mellett ellovagló, igen jól öltözött tibeti csapatot, és feljegyezte az eseményt a naptárába. Váratlanul megjelent egy tibeti, és egyből arra gondoltam, hogy meg kéne mérnem. Akkor a tolmácsunk odasugta nekem, hogy ez egy magas rangú hivatalnok. Az illető befolyásos és fontos tanácsosa volt Tering Raja tibeti hercegnek, aki a tiltott határ fölötti tartomány kormányzója volt. Schaefer megragadta az alkalmat, hogy megkedveltesse magát a tibeti uralkodó osztállyal. Ez a kedves támadás lehet az első lépés a Lhasába vezető úton. Ügyesen alkalmazva a tibeti protokollt, a csapat jó benyomást tett a teázás során. A tibetiek úgy gondolták, Schaefer nagyhatalmú vezér. Ő cserében arról beszélt, mennyire tiszteli Tibetet, és vágyik látni Lhasát. Aztán elhalmozta a tiszteletreméltó vendéget ajándékokkal. Schaefer egy tibeti nyelven írt esdeklő levelet adott át neki, kérve, hogy adja át gazdájának, Tering Raja hercegnek. Azt remélte, a herceg közben jár az uralkodó tanácsnál és beengedik az országba. Mindez ugyancsak halvány remény volt, de Schaefer nem tehetett mást, várt. Amikor 1938 nyara őszre váltott, Schaefer elszigetelten várakozott India és Tibet határán. Úgy tűnt, győztek a britek, és ő csapdába került. De 5 hónap várakozás után levél érkezett Lhasából. A német Herr Dr. Schaeffernek, a száz tudományok mesterének. A tanács először is leszögezte, hogy Tibet örökre tiltott terület a külföldiek számára, ám a levél ezután sokkal barátságosabb hangon folytatódott. Az ön leveléből kiderül, hogy szándékai barátiak, és csupán látni szeretné a Szentföldet és vallási intézményeit. A tolmács végül felolvasta azt a hírt, amiről azt hitték, soha nem érkezik meg. Megengedjük, hogy belépjen Lhasába, és ott tartózkodjon 14 napig. A hangulat leírhatatlan volt. A tibeti kormányzó tanács meghívta mind az 5 német tudóst Lhasába, 2 hétre. Schaefernek sikerült kibújnia a briteknek tett ígérete alól. Megjött a várva várt hivatalos engedély. Különleges dolog volt, hogy a német tudósokat beengedték Lhasába. Az a tény, hogy eljutottak Lhasába, hatalmas propaganda lehetőséget jelentett a náci Németországnak. A nácik hangsúlyossá tették, hogy a németek könnyebben tudnak tárgyalni az Európán kívüli népekkel, mint a britek.
A történelmi meghívás hírére Himmler az egész csapatot előléptette. Schäfer Hauptsturmführer lett, ami kapitányi rang volt az SS-ben. január 19. Schäfer meglátta a Dalai Láma hatalmas palotáját, a Lhasa fölé tornyosuló potálát. Történelmi esemény volt ez. Ők voltak az első németek, akik beléptek a Szentvárosba. A tibeti kormány hivatalosan hívta meg Schäfert, ezért nagy fogadtatásra számítottak. Ám csak egy egyszerű hivatalnok fogadta őket. Nagy-Britannia lhaszai képviselője közbelépett és más belátásra bírta a kormányzó tanácsot. Schäfer pompás csínye hamarosan siralmas kudarccá válik, ha Lhasa arisztokráciája nem vesz tudomást a jelenlétükről. Munkához kellett látni a Schäfernek, a politikusnak. Hogy méltó tiszteletét fejezze ki, a legértékesebb ajándékokkal kedveskedett Lhasa minisztereinek és előkelőinek. Schäfer Lhaszában alapvetően politikusként viselkedett. Megpróbált baráti viszonyt kialakítani a tibeti kormánnyal, mely eddig csupán a brit kormánnyal tartott fenn kapcsolatot. Schäfer különösen a régensre koncentrált. Rating Rinpoche volt Tibet uralkodója. Schäfer azt tapasztalta, hogy különleges előnye van a britekkel szemben, hogy közel kerül a tibetiekhez. Elmondta nekik, hogy Tibet és Németország között van egy kötelék, a szvasztika. A tibetiek évszázadok óta úgy tekintettek erre a jelre, mint a szerencse és állandóság jelképére. Schäfer ajándékba adta a náci jelképeket, és elmagyarázta, milyen nagy tiszteletben tartják azokat Németországban. A tibetiek örömmel fogadták, mit sem sejtve arról, hogy ez a jelkép Európában akkor már az elnyomás és erőszak jelképe volt. Ezzel a csalással Schäfer újabb politikai sikert ért el. A régens később levelet küldött Hitlernek, akit német királynak titulált, és kérte, hogy legyen baráti kapcsolat Németország és Tibet között. Őfelsége Adolf Hitlernek. Nagy örömmel tudatom felségeddel, hogy dr. Schäfer és társai az első német emberek, akik látnióhatják Tibetet, engedélyt kapnak rá minden korlátozás nélkül, és minden szükséges segítséget megkapnak itt tartózkodásuk alatt. Schäfer fellépésének köszönhetően a kormányzó tanács egyedülálló módon engedélyt adott a németeknek, hogy filmezzenek Lhaszában, a kolostorokban és a középkori helyszíneken. Schäfer és csapata megörökítette az egzotikus utcákat és piacokat, az ételek, öltözetek és ékszerek gazdag választékát. Saját kutatása szenvedte meg mindezt. A csodálatos lhaszai levél tartalmazott egy szörnyű kitételt, ami a közepébe talált annak, amiért Schäfer egyáltalán Tibetbe ment. A vadászat tilalmát. Keserű pirula volt ez. Schäfer átutazta majdnem a fél világot, hogy a végén megtiltsák neki saját kutatása számára az állatok begyűjtését. Persze nem egészen. Schäfernek sikerült csendben vadásznia. Főleg nyillal, és csak ritkán golyóval, ha senki nem volt a közelben. Schäfer bár nem túl feltűnő módon megkerült bizonyos előírásokat. Béger kutatása sem ment zöggenőmentesen. Amikor Schäfer csapata a színes és látványos tavaszi fesztivál nagyszerű táncait és felvonulását filmezte, túl közel mentek a kamerákkal, és dühött szerzetesek támadtak rájuk kövekkel és botokkal.
Baker munkáját, az emberi arányok mérését a csapat ettől kezdve provokatívnak és veszélyesnek ítélte. Baker bosszankodva látta, hogy az emberi arányok döbbenetes sokfélesége kicsúszik a kezei közül. Kopaszra borotvált, sötétvörös öltözetű szerzetesek, rideg jakpásztorok súlyos birkabőr ruhába öltözve és elegáns tisztviselők csillogó csubában, amit úgy írt le, mint sok gyönyörű, magas ember színes csíkokba öltözve. De képtelen volt hozzájutni bármilyen tényszerű adathoz, ami kielégíthette volna Himmler elvárásait. Miközben a tudományos kutatás elakadt, a németek megőrizték a baráti viszonyt a régenssel. Két hétről két hónapra hosszabbította meg az expedíció tartózkodási engedélyét. Schäfer háttérbe szorította a briteket azok legnagyobb bosszúságára. A britek aggódtak, hogy Schäfer esetleg brit ellenes érzelmeket alapozhat meg Tibetben. 1939-ben, mikor Európában kezdett összedőlni a lecsendesítés politikája, ez egyre fontosabb problémává vált. A britek a lecsendesítés jegyében 1938. szeptemberében segítették tető alá hozni a müncheni egyezményt, amely megengedte, hogy Németország megszállja a többnyire németül beszélő emberek lakta Szudéta vidéket, ami akkor Csehszlovákiához tartozott. Ám két hónappal később következett a kristály éjszaka, amikor a barna ingesek és fasiszta civilek meglincseltek 91 zsidót, majd 30 ezer embert hurcoltak koncentrációs táborokba. Lelepleződött a nácizmus igazi természete. Az engedékenység ideje lejárt. A németek még élvezték a hivatalos meghívást Tibetben. Engedélyt kaptak arra, hogy elhagyják Lhászát és megnézzék a legszentebb helyeket, amelyek még a britek számára is tiltott területek voltak. Ám ahogy megkezdték a Lhászától keletre fekvő Szent Jarlung völgy felfedezését, egyre több üzenet érkezett, amiben sürgették őket, térjenek haza Németországba. Schäfer maradni akart, hogy felfedezze azokat a területeket, ahol még nem sok ember járt. Kivételessé akarta tenni az expedíciót, ami majd megalapozza a hírnevét odahaza Németországban. Az európai háború kirobbanása egyre valószínűbbé, sőt elkerülhetetlenné vált. Ha tovább maradnak, azt kockáztatják, hogy a britek internálják őket, mint egy ellenséges állampolgárait. Az expedíció ideje lejárt. A náci Németország 1939. márciusában ismét terjeszkedni kezdett keletre, megszállva az ősi cseh Bohémiát és Morvaországot. A briteknek azonban kölcsönös támogatási egyezményük volt Lengyelországgal. Ha Németország tovább terjeszkedik Lengyelország irányába, azt már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Európa a háború szélére sodródott. Még a lelkes Schäfer is kezdett egyre feszültebb lenni a britek szándékát illetően. Attól tartott, hogy megállítják és letartóztatják Indiában. Baker beszámol arról, hogy Schäfer 1939 nyarán levelet kapott az apjától, ami olyan mély hatással volt rá, hogy egy órára el is tűnt. Az apja leírta neki, hogy háború lesz, és ha ő lenne a fia helyében, a legtöbbet hozná ki abból, amit elért és hazatérne. Ha Schäfer azt akarta, hogy esélye legyen a begyűjtött mintákat, adatokat hazavinni Németországba, és azzal megalapozni tudományos karrierjét, el kellett hagyni a Tibetet, mielőtt kitör a háború. Baker azt írta, ő meg a többiek szintén arra figyelmeztették, hogy veszélyben vannak. Ültünk a tűzhely körül, és erről beszéltünk. Hirtelen ráébredtünk, hogy egy levél, amit Berlinből kaptunk, ugyanezt állította. És a feleségem is erre figyelmeztetett. Úgy mondták, a háború a nyár végén fog kitörni. Addig már csak hetek voltak hátra. Ideje volt hazamenni Németországba. A növekvő politikai feszültség ellenére és Schäfer a letartóztatást illető aggodalmai dacára a britek biztonságosan engedték át őket Indián. Az öt német repülővel hagyhatta el Kalkuttát a brit-indiai légitársaság gépén.
De mit fog szólni Himmler, ha megtudja, hogy Schäfer nem szerzett bizonyítékot Atlantis népére vonatkozóan? És mit fog cselekedni? Ráadásul, amikor a csapat leszállt Münchenben, maga Himmler várta őket. Most jön az elszámolás. De Himmler hősként fogadta Schäfert és csapatát. Öt fiatal ember, igazi tudós, vagy ha úgy tetszik, fiatal német a legjobb formájában. Megmutatták a világnak, hogy hogyan kell izgalmas kalandok árán bizonyítékokat keresni, és megadni Németországnak azt az érzést, hogy a modern civilizáció legfőbb erényei és értékei kapcsolatban állnak az árja múlttal. Nem tudtak egyértelmű bizonyítékokat szerezni, de ez bizonyos értelemben nem is számít. Az expedíció maga volt önmaga igazolása. Himmler örömmámorban úszott Schäfer sikereitől. Sikerült háttérbe szorítania a briteket Tibetben, bizonyítva a német fölényt a területen. Az expedíció propagandisztikus hatása egyértelműen nagyobb volt, mint a tudományos értéke. Himmler pedig elégedetten rázott kezet az expedíció tagjaival a repülőtéren. 27 nappal később Lengyelország elfoglalásával a náci Németország végzetes módon folytatta területi és faji uralmának kiterjesztését. Kitört a II. Világháború. Schäfer még nem volt 30 éves, amikor nemzeti hősként tért vissza Németországba. De mit ért el valójában a kivételes expedícióval Tibetben? Schäfer saját tudományos terveiből nem lett semmi. A hatalmas mennyiségű adat nagy része, amit a személyesen kiválasztott tudósok összegyűjtöttek, feldolgozatlan maradt, és elveszett a háború zűrzavarában. Volt bizonyíték az atlantiszi szuperfaj létére? Úgy tűnik, Himmler nem a megfelelő emberekre bízta a feladatot, és egyértelműen rossz kérdést tett fel. Még a fajelmélet alapján dolgozó antropológus Bruno Beger se látta megalapozottnak az atlantiszi eredet teóriáját. Beger megpróbálta megállapítani, milyen faji keveredés történt Tibetben. Nem hiszem, hogy Beger kutatása azt mutatná, hogy hitt abban, hogy az északi faj megváltoztatta volna Ázsia történelmét. Bruno Beger azt mondta, hogy amikor összegyűltek a tábortűz mellett Észak-Indiában vagy Tibetben, és eszükbe jutottak Himmler bizarr elképzelései, csak nevetni tudtak rajtuk. Ezek a férfiak, mint SS tudósok, egy olyan ember oldalán támogatták a náci ideológiát, aki minden képzeletet meghaladó gaztetteket követett el. Heinrich Himmler, aki, ne feledjük, rendkívül hatékony bürokrata volt, egy államot hozott létre az államban, ami a történelem legszörnyűbb népirtását hajtotta végre. Nem egyszerűsíthetjük le a problémát arra, hogy különc vagy őrült volt. Himmler, hogy elkerülje a tárgyalást és az akasztást, öngyilkos lett a háború után. Begert 1943. februárjában Auschwitzba vezényelték, hogy arcmaszkokat készítsen a foglyokról. Nem sokkal később 109 olyan zsidót, akikkel dolgozott, elgázosítottak a hírhet náci projekt a zsidó koponya gyűjtemény számára. Beger ellen 1971-ben folyt per, ahol gyilkosságban való bűnrészesség miatt ítélték el. 3 év felfüggesztett börtönt kapott. Schäfer ragyogó karrierje a háború után megsemmisült. Venezuelában kapott munkát egy nemzeti park létrehozásában. A dél-amerikai ország az egyik menedékhelye volt a náciknak. Schäfer életét tönkretette, hogy tagja volt az SS-nek, és közeli kapcsolatban állt a sátáni Heinrich Himmlerrel.